a bringások világában. Lássuk, mi a mai menü. Új helyszínre szervezte idén a Honda Éles Ikció magyar bajnokságot a Pilisi Cross Country Club. A kopárcsárda melletti terület kiváló terepnek bizonyult a meredek kaptatóival és gyors lejtőivel. Ezt azonban a szervezők még meg is fűszerezték egy épített ugratóval, fahiddal, illetve egy igen technikás sziklakerttel. A klub különösen sok energiát fektetett a pályanyomvonalak kijelölésére. A hat rajthoz 5 pályanyomvonalat jelöltek ki, igazodva a versenyzők életkori sajátosságaihoz. Ahogy ezt az idei szezonban már megszokhattuk, a bajnokságon az MKS is markánsan megjelent. Ez nagy támogatás a sportnak. Tehát mi, mint versenyszervezők, ezt érezzük a saját bőrünkön, ugyanis korábban mindent mi gazdálkodtunk ki a saját költségvetéssel, nagyon-nagyon kiindultunk, nagyon nehezen jöttünk ki a szponzorok pénzéből. Az, hogy most mögénk állt már a Magyar Kerékpár Sportok Szövetsége, ez nagy támogatás, kaptuk tőlük a kordon, tehát kaptunk egy csomó eszközt, amit nem kell bérelnünk. Támogatja a versenyt is pénzzel, ez szintén egy nagyon nagy segítség. Tehát összességében ez egy nagy támogatás és komoly háttér az a korábbi évekhez képest. A hagyományoknak megfelelően a nap az utánpótlás korúak versenyével indult, ahol színvonalas küzdelmeket láthatott a közönség. Elég jól sikerült, meg tudtam szerezni az első helyet. Nem volt annyira nagy verseny, de én több előnyre számítottam, de nem érzem úgy, hogy nagyon vesztemet érezném. Érdekes volt, technikás, voltak benne emelkedők is, hát kivette az ember zsírját, az biztos. Az a jó, hogy hazai pálya, szóval tudtam sokat gyakorolni, minden nap itt mentem a pályán és gyakoroltam, úgyhogy szerintem ezért sikerült ilyen jól. A technikásabb részeket kigyakoroltam, meg minden nap valamikor délelőtt és délután is mentem rajta és úgy edzettem. De ezeket a részeket például van az, ahol ilyen huplik vannak, azt például csak tegnap rakták bele a pályába, szóval azt akkor este gyakoroltam, meg az ugratót is, de szerencsére sikerült, meg begyakoroltam. A maszterek délben vágtak neki a bajnoki trikóért folyó harcnak. A kategória indulói bizonyítják, hogy a motiváció nem tűnik el, a kerékpározás szeretete egy életre szól. Ezt már úgy tanulni kell, tehát én nem szégyellem, hogy én kijöttem két napon is a verseny előtt, és igyekeztem egyébként nem túl bonyolult, csak ilyen kis apró mozdulatokat betanulni, hogy azon ne veszítsen az ember. Tehát egyrészt egy kihívás, hogy ezt az ember csinálja, másrészt meg büszke vagyok, hogy azért végülis azután, hogy ezt úgy betanultam, meg megnéztem, azért nekem is sikerült megoldani mindegyik technikai elemet. A legnagyobb várakozás természetesen az elit futamokat előzte meg. Parti András és Benkó Barbara mindketten rajt célgyőzelmet arattak. A férfiaknál az egyetlen magyar profi MTB csapatversenyzői uralták a pályát, az első 4 helyet kibérelték maguknak, Parti, Szatmári, Víg, Juhász sorrendben. Szatmári esett, de az ezüstérmet még így is ő szerezte meg. Juhász betegséggel küszködött, ezért végül leszorult a dobogóról. Eléggé megviselt. Most jöttünk haza a Livignóból edzőtáborról, edzőtáborban 1800 méteren voltunk Olaszországban. Ott azért is más volt a klíma, ott a legmagasabb hőmérséklet 20 pár fok volt, de nem egyszer volt ilyen 10-11 fok, sőt egyik reggel még hó is esett, szóval kicsit más volt a klíma. Most ez a 30 pár fok azért eléggé megviselt, hogy őszinte legyek. A nőknél Benkó Barbara végiguralta a versenyt. Egy kisebb bukás és az azt követő gyors szervíz a technikai zónában sem tudták kizökkenteni a ritmusából. Végig nyomni kellett fölfelé, és ezért mire fölért az ember, eléggé elfáradt, és utána lefelé viszont technikások voltak, tehát figyelni kellett, és azért utolsó körökben, amikor már fáradt az ember, akkor nem olyan egyszerű koncentrálni, és igazából szerintem egy kemény pálya volt, és jó volt, maximálisan alkalmas arra, hogy eldöntsük a magyar bajnoki címek sorsát. A második Dósa Eszter lett 4 perc 40 másodperc hátránnyal, míg harmadikként Por Brigitta érkezett célba. A technikai része kihívások, úgy mint ugrató, tehát a nagy fásletörések, tehát ezeket meg tudtam oldani. Jó, a sziklakert kivételével, de ne legyünk telhetetlenek. Le tudtam küzdeni tényleg magamat, stresszmentesen álltam a rajthoz, végig tényleg magamra és a pályára tudtam figyelni. Igazából ez volt a cél. Most elkészítjük a következő évi terveket, ebben szerepel egy olyan
UCI versenysorozat mountain bike-ban, XCO-ban, amely elősegíti a versenyzőknek a pontszerzést, idehoz jó külföldi versenyzőket, tehát egy magasabb szintű versenyzés lesz, és ez a kettő elő fogja segíteni azt, hogy az olimpiára akár több kvótát is szerezzünk.